Sziasztok, hello stream! Itt vagyunk újra. Vanishing of Ethan Carter. Reméljük utolsó része. Bár nem baj, hogyha nem, mert nagyon tetszik a játék. De gondolom, hogy már nem lehet olyan hosszú. Már itt a gyerek. Úgy lett vége, hogy itt a gyerek. Nem tudom. Várjátok egy-két dolgot. Isten, ezt a szöveget már én unom, bazd meg, hogy így mondom mindig. Na. Azt mondja, hogy ez az. Danika, Praclili, mi a fasz, de hogy érhettek ti be előbb, mint én? Ez hogy? Én ezt nem értem, Móni. Na, Székely Martina lennek. Ó, te, azt nem mondd, mert már most ráz a hideg. Oké. Jó, be van állítva minden. Nem tudom, hogy nincs. Jó, hogy látod. Ja igen, mert aha, oké. Akkor az úgy jó. Na, srácok. Indul a game, egy másodperc. Tehát a másik gyúros videóért mutatja, hogy keresen. Ne basszál fő. De bazd meg, én ezt nem értem, hogy az emberek ezt nem vágják. Én nem értem, tehát miért nem néznek a kólyat, hogyha valaki ilyen gyúrós videót akar nézni, akkor miért nem néz legit videóst. Bazd meg. Nightbot, azt meg kéne csinálni, faszom. Nem csináltam semmit a hétvégén, se a Facebook csoportot, se a kurva San Marinos videót, semmit, se a Nightbotot, mindent hagytam a faszba. Helyette játszottam, szégyen. Ne, nem baj. No, igen, itt hagytuk abba, erre emlékszem. Ugye itt volt a gyerek, és itt volt... Igen. Na, nézzük. Híd. Jaj, az a gát. Ott a templom. Ja, igen, tehát ez az egész display, jó, tehát ez az egésznek a mapja. Történetek. Mi a fasz van? Ja, ott volt az időkapszula. Portálház, igen, az is megvan. Az a boszorkány erdője, az is megvolt. Az ősi isten, arra nem tudom. Figyelj! Itt ez azt jelenti, hogy... Ez mi? Hogy ami ki van húzva, azt megcsináltam? Hm? Mert akkor azt jelenti, hogy... Ez a hold. Mi van? Ott kimaradt egy, ez mi a fasz? Köszi, te bubi! Hülye vagy, valamit itt hagytam? Ugye ott jobbra jöttem el, de itt valami... Valami izé volt. Lesz. Tehát itt valószínű, ugye ez a játéknak a legeleje. Itt kihagytam valamit. Mit? Hoppá. Trap. Csapdákat keresgélünk. Nem bassza már meg a medve, fasz.
Hát nem tudom, tehát... Lol, itt egyből az elején itt... Érted, mindent megcsináltam. Mindent. És itt a leges legelején itt misszeltem valamit. Ez nem probléma. Mert... Ezt itt hip-hop... Hip-hop megoldjuk. Ezt a dolgot. Baszd meg! Medve csapda, geci. Ennyi. Ovned. Aha, itt még legalább van kettő vágott. Kettő tuti kurva élet. Sok gőzű. Na, srácok, még egy. Tényleg, hogy belemegyek, bazd meg. Mónia, ez még mindig kevés. Ez meg. Nem igaz. Itt van, ez. Most ez mi? Most ez ennyi volt? Hát most én visszamegyek, megnézem mi a fasz. Kurva életbe, srácok, mi lesz? Baszd meg! Ered ilyen! Halló! Srácok, mit kell csinálni? Ered ilyen, mindig beszarok, amikor hostolsz. Srácok, valami... Itt valami nem stimmel. Valami nem stimmel. Mi a rojtos... Bár csak nem véletlen dobott ide, hülye... Most meg itt... Ott van egy... Jó van, Milán, te annyira tehetséges játékos, hogy ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy kiveri a szemed, bazd meg, és te körbefutod a pályát. Szep. Mi van a cseten? Ethan, I told you. You can't be here. But Gramp, I wrote something for you. That's real nice. Thank you. The night puppy was missing. Just leave it. I'll read it later. I'll read it later. The grandpa, one dead in house fire. Okay, chat up. Elvileg.
Ha a jó Isten is úgy akarja, akkor ez volt az egyetlen missing part, amit kihagytam az egész játékba, bassz meg. Azért ez egyébként szerintem nem egy rossz arány, de már most mindjárt kiderül, hogy a valóság is ezt akarja. Bassz meg. Na azért mondom, azt hittem nem. Mered ilyen! Na nézzük most, mi a fasz van most. Elvileg minden kész van. Pipa, pipa, pipa. Az meg... Elengedtem? Idő előtt? Ezt most nem én irányítom. Azokat szerintem mi vagy? Ethan, you're in here again? You missed dinner. Megint Kajlán, kiértod a vacsit. Fő vannak baszva a szülők. Mindenhol keresnek. Takarod innen, hagyjál egyedül. Az ilyen kis elbaszott bájc lehet. Ah, Mutti, itt van. Itt a gyerek. Hallod, ez berajzolta előre, bazd meg, time traveler, vagy mi ez? Honey, be careful with that lamp. Damn, the hell's wrong with your kid? Painting on walls, writing his stories. Ez egész család. I mean, what the fuck? Ethan! For God's sake, you missed dinner. Mi I'm sorry, I've been working on a story all day. Tehát egy sztorin dolgoztunk egész, ne? The Adventures of Paul Prospero, Supernatural Detective. Where do you get this stuff? Pop, would you get Travis out of here, please? Most kirázott a gyerek. Gyerekek, a gyerek az egész játékunkat, amit mi tótunk, előre leírta. Vágod? Come on. Faggot! Ethan, you're a fucking faggot! Travis, stop it! Hoppá, Móni! Everyone, go! Get out! Ethan, get out! The smoke, it's toxic! Oh God! What do we do? Na igen. Leg most... Mi a füsti fecske ficsereg itt, bassz? És oda rajzolt minket ez a kalapos gecó, azok mi vagyunk, vágol? Várjál, és én így találtam rá, bassz meg. Time jumpolt. Próbálom kigondolni, mi van, de... I wrote about you. But I don't know if I created you. You made me real. I can't go yet. Az Ethan kreálta ezt a karaktert. I wrote stories about everyone. I know you did. But my story's done. De mi story kész. It's a fine story. És jó. I can let go? You can let go. What happened then? Another story, kid. What else? Ezt az egészet a gyerek találta ki. A detektívet, a kibaszott csapdákat, a kibaszott házat, a kibaszott erdőt, azt a templomot, a üzé alatti részt, a barlangot, mindent a gyerek talált ki, vágod? És itt semmi nem volt, hanem egyszerűen főgyulladt a gecibe a ház, mert a Mutti bazd meg elbaszott valami egy lámpást, és a gyerek egy ilyen fantazmagóriát kitalált. Vágod? Az egész egy fucking lie. Mondom, nézd meg, ez egy rendes család volt, geci, befosok. A Mutti benyomta az olajlámpást, bazd meg. Itt próbálják oltani. És a gyerek valahogy bement tudatalatti izémódba, zen üzemmódba, és kitalálta ezt a sztorit ott valahol ilyen tudatalatti izébe. Geci! De attól függetlenül, de várja, nem, bazd meg, mert ott voltunk fönn a falon, tehát berajzolt minket. De durva, bazd meg!
És most mi lesz? Ne küldjetek fel nekem, hogy így van vége, mert egyrészt magam alá szarok, hogy 10 perc volt a stream, másrészt meg nem hiszem el, hogy így van vége. What happens then? Achievement. Na, ez tökéletes. Nem, gyerekek, semmi nincs. Itt semmi ilyen démon meg sleeper, semmi nincs. Itt az történt, hogy a Mutti begyújtotta a pincét az olajlámpásra, mert a gyerek nem ment vacsorázni. A gyerek bent maradt a pincébe, füstmérgezést kapott, és az, amit ő elsztorizgatott így a dolgokról, azt így mi így végigjárt, a gyerek. És igazából azzal, hogy itt a végén ugye rátaláltunk a gyerekre, szerintem ez volt a metaforája annak, hogy Spatnyek Kaputára vetettük rá a keresztet, és hogy another story begins, tehát, hogy let it go, hogy engedd el, gondolom, ez akart lenni itt a hasonlat, hogy dögölj meg, nem tudom. Valami ilyesmi, szerintem. Legalábbis nekem így az egész gameről ez jön így le, itt a végére. És az, hogy a gyerek ilyen kis fantáziadús gyerek volt, ilyen kis nem földhöz ragadt. Tök jó sztorit írt, és akkor mi azt így végigjátszhattuk. Beszarok, baszdmeg. Tehát mi nem létezünk, tehát nincs ilyen detektív lófasz, amik mi vagyunk, hanem ezt is a gyerek találta ki. Akkor igazából azért volt ez, hogy a gyerek így ezt a sztorit találtak, így mindenki, az összes családtagját így megöleti, meg kilógott a családból, vágod, és így nem szerette őket, vagy nem tudom, ez mondjuk így egy logikus dolog lenne, vagy nem tudom, beteg volt, vagy faszom. A kurva életbe. Srácok. Mit mondja? Vége van. Finito. Kijátszottuk a Vanishing of Ethan Carter című gémet. De, az meg ha ezt tudom, akkor végignyom tegnap, bazd meg. Ez mennyi volt? 10-20 perc? Oh. Durva. Igen, na pont, igen. Ez a kitalálta a világot, és azt játszottuk végig, és egy kitalált karakter voltunk mi is igazából. Kurva jó. Nagyon fasza. És nagyon szép hasonlat volt, hogy a végére így rátaláltunk, minthogyha ugye így rátaláltunk volna, és ez a, hogy megtaláltuk, hogy nyugodtan engedd el, és egy új sztori kezdődik. És hogy mi fog történni? Egy új sztori. Durva, bazd meg. Oké, srácok. Akkor indítom a The Evil Within-t. Aztán nyomunk ott is egy chaptert, vagy valami, egy lazát, nem ígérek semmit. Hát ennek idő előtt vége lett. Ez van, bazd meg. Ez van. No, srácok, nem sokára érkezem vissza. Köszönjük, hogy itt voltatok. Szerintem ez egy kurva jó kis tanulságos game volt. Gyönyörű grafikával, nagyszerű sztorival. És a vége megint ilyen szájtátos volt. És elég nehéz is volt, azt is tegyük hozzá. De hát azért. Nem mindegy. Innen folytatjuk egy másik gémmel. Ez itt az Ethan Carternek a vége. Sziasztok. Peace.